Szerintem néhányan nem emlékeztek még rá, hogy 2018-ban feltöltöttem néhány olyan videót, ami fotós sztorik néven futott, pontosabban ez volt a videósorozatnak a neve, amiben olyan fotózásokról számoltam be nektek utólag itt a számítógép előtt ülve, amiről ott a helyszínen nem tudtam vlog videót készíteni, mivel Egyszerre két dologra koncentrálni egy fotózáson eléggé nehéz, egyszer a vlogvideó tartalmára és vizuális világára kell koncentráljak, hogy valami értelmeset tudjak nektek itt a YouTube-on prezentálni. A másik oldalon pedig, mivel ez egy éles megrendelés, megrendelőnek is meg kell felelni vizuálisan, meg a képanyagot illetően, és nem szeretném azt, hogy a minőség rovására menjen a vlogvideónak a készítése. Úgyhogy néhányszor úgy döntök, hogy inkább nem készül róla vlog videó, inkább utólag leülök és elmesélem nektek, hogy milyen volt a fotózás, egy-két tippet, trükköt elárulok... elárulok nektek ezzel kapcsolatban, és most itt is van egy szállodai interior anyag, amit még decemberben kezdtünk el készíteni, akkor fotóztuk a szobákat, amikor most áprilisban készülettek a közösségi terek, mint a wellness, mert nagyon menő ilyen rooftop medencéje van a szállodának, a Desefi utcá, utcában, van ez a szálloda, akkor fotózzuk második körben, úgyhogy ennek a képanyagát fogom nektek megmutatni, és néhány ilyen kulisszatitkot elárulok nektek, úgyhogy nézzük az első fotót. És itt már láthatjátok is az első fotómat, és az ilyen szobaképeimről érdemes azt tudni, hogy ott a helyszínen rengeteg időt töltünk el azzal, hogy lehetőleg minden milliméter pontosan be legyen állítva. Mit értek ez alatt? Például, hogy az asztalra tegyünk-e valamit, vagy ne, ha igen, ebbe az esetben tettünk egy ilyen jegyzetfüzetet, ha jól emlékszem, ha ráteszünk, akkor hogyan álljon, hogy az három dimenzióban jól mutasson, tegyünk-e rá tólalt, vagy ne tegyünk. Ha teszünk rá, akkor az hogyan tegyük rá, hogy az jól is mutasson. A kis lámpa az lényeges információ, vagy nem lényeges információ. Szeretnék megmutatni, vagy nem szeretnék megmutatni, ha szeretnénk, akkor felkapcsolt, lá felkapcsolt izzóval, vagy lekapcsolt izzóval. A felkapcsolt izzóval, akkor az hova mutasson. A kávéfőző egy fontos feature a szobának, akkor azt is kicsit kiebb húzzuk, hogy normálisan látszódjon, mert az alapvetően ez be volt Utána a szék hogyan álljon, hogy az megint úgy jól mutasson, hogy ne csak az oldalát lássuk, hanem úgy három dimenzióba valahogy el lehessen helyezni. Aztán a kilátás prioritás vagy nem prioritás, ezt a megrendelve mindig megbeszéljük, hogy behúzzuk ezt a fehér függönyt, vagy ne húzzuk be ezt a fehér függönyt. Utána az árnyékoló ehhez képest hol álljon. Ez ugye teljesen be volt húzva a fal mögé, viszont mi kiúztuk, hogy jobban megadja ezt a Térvonalat, pontosabban jobban lezárja ezt a térvonalat, geometriailag szerintem így jobban néz ki. Aztán a másik függönt is egy kicsit kiepúztuk, de fontos, hogy nem annyira, hogy erre a vonalra beérjen, viszont nagyon jó, hogy éppen megfelezi ezt a fehér függönt, és meg kicsit tükröződik is. Aztán fogmosó poharakat, amit itt láttok, az a másik oldalon volt, ide áthelyeztük. Ezután foglalkoztunk a kanapén lévő párnákkal, ezzel a kis asztallal, ezt el kellett forgatni, hogy normálisan látszódjon, hogy ennek mi a dizájnja tegyünk az asztalra valamit, vagy ne tegyünk, oké, tegyünk fizet. töltsünk a porrakba, vagy ne töltsünk a porrakba, aztán itt van ez a kis szék, ezt kivegyük, vagy legyen ott, legyen ott, akkor kicsit forgassuk el, hogy látszódjon megint háromdimenzióba. A tévé az be volt tolva a falra, akkor azt szépen kicsit ugye kimozdítottuk, hogy látszódjon a felülete. Tehát egy ilyen fotóval ott a helyszínen rengeteg munka van, hogy beállítsunk mindent lehetőleg esztétikusan és minimalistán, hogy ránéz az ember is úgy, ne legyen olyan érzés, hogy takarják egymást a tárgyak, hanem úgy esztétikus legyen az egész. És ezt egyedül nagyon-nagyon melós lenne megcsinálni, és azért hogy beszélek többes számba sokszor, a Bencevel együtt fotózunk, ő az asszisztensem, tavaly már volt egy közös videónk, ide kattintva ha megnézhetitek, és az nagyon jó, amikor én állítom be a kompozíciót, akkor Bence már tudja nagyjából, hogyan érdemes ezeket a tárgyakat elhelyezni egymáshoz képest, és ő már, mire én beállítottam a kompozíciót, nagyjából majdnem kész is van, persze utána nézzünk végleges kompozíciót, nézzük, hogy mi van rajta a képen, és utána módosítjuk, viszont ha ezt egyedül kéne csinálni, akkor sokkal kevesebb képet tudnék leadni egy nap. De ami még érdekes ezen a képen, és itt van, hogy milyen az alapfotó, a Basic ö, Expo, és ugye ez az előtte, ez pedig az utána. Nyilván viszonylag sok fényfestésre, mert nem annyira rengeteg vaku de néhány azért kellett neki, hogy e ezt tudjuk kivarázsolni ebből az alapképből. És valószínűleg, ami feltűnik nektek először, az a tükröződés és a zuhanykabinnak kabinnak a különbsége. Ugye tükröződik nagyon erősen a felkapcsolt lámpafénye, és ha lekapcsoljuk, akkor ugye nem tükröződik, viszont abban az esetben a természetes fény, amit beáramlik, akkor tükröződött az egész felülete, egy picit ilyen, hát ott kicsit látszódik ugye az ablak, az akkor még erősebb volt, és akkor ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy innen én felvillantok egy vakufényt, és a diffúz fényt használva szépen kiemelődik a zuhany kabinnak a része, és megöli ugye ennek a, a fényét, ami a tükröződik, mert a vakum, vakumnak a fény ugye erősebb a mesterséges benti fényeknél, ezáltal simán meg lehet azt oldani, hogy egy alul alu képet rávillantok, és szépen ezeket ki is lehet oltani. A következő kép ismerős lehet nektek, ugyanis erről a fotóról kikértem a véleményeteket, hogy szerintetek ez igazi napsütés, vagy vakuval bevillantottam. Láttatok már pár képet tőlem, meg tudom azt oldani, hogy ablak felől vagy valonnan én bevillantok azt a hatást keltve, mintha egy szobába besütne a nap. Erről már volt egy külön videó, ide kattintva meg is tekinthetitek, <laughs> valóban sose tudom. És megkérdeztem tőletek Facebookon, hogy na, hogy szerintetek ennél a fotónál ez igazi napsütés vagy vaku? És 77% mondta azt, hogy ez vaku. Közben nem, ez valóban úgy kelt föl a nap bal oldalon, hogy ez a felkelő napnak a fénye, és erre nem vakoztam rá egyáltalán, tehát ez egy teljesen neutrális expozíció, és lehet tudni itt a jobb oldalon ebből az árnyékból is, és ha kimentem volna, akkor itt kéne lennie a lábnyomaimnak, itt is van árnyék, és egy-két dolog van, amiből ezt lehet sejteni, hogy ez nem vakufény. Például itt is van a bokornak az árnyéka, és hát eddig nem tudtam volna kimenni. A belső is szög is azért kicsit magasabban van, tehát nagyon kiket konkrétan egy tűzoltóautóval kellett volna ide érkezzek, hogy nem be tudjak villantani. Nem, ez abszolút természetes fényekből összerakott kép, és akkor ilyenkor mondhatjátok, hogy mekkora szerencse, hogy pont besütött a felkelő napnak a fénye, de nem szerencse, ugyanis lehetőleg én minden fotózásomra és a fotózás előtt én egy terepszemlére elmegyek, és van az az alkalmazásos Sun Survivor, hiszem így ki helyesen, ami pontosan kamera, segítségével megmutatja azt, hogy a nap melyik szögből hogyan fog éppen besütni, és akkor elmegyek a terepszemlére, akkor mindig megpróbálom úgy az egész fotózást megtervezni, hogy a lehető legtöbb napsütés legyen a képeimen. És itt, amikor a szobákat fotóztuk, direkt úgy terveztük meg az egész utat, hogy a felkelő napfényén tudtam jól, hogy ha lesz ugye napsütés, és úgy is próbáltuk idézíteni a fotózást, mert a szállad akkor nyitott, tehát lehetséges volt, hogy bal oldalról nekem ugye besüssön a nap, és ahogy már látni fogjátok a következő képeket, szinte majdnem minden szoba ahol ez lehetséges volt, mert ugye decemberben volt a fotózás, és a nap akkor ugye nincs annyi na, kevesebb a napsütéses órák száma, alacsonyabban van a nap, tehát hogy nem egy ilyen nyári 12 órás napsütéssel találkozunk, hanem egy kicsit rövidebb ö, ö, időnk van az egészre, de én pontosan megterveztem azt, hogy tudom jól, hogy melyik szobában mikor kell legyek, hogy besüssön a nap, és így terveztük meg az egészet. És a lehető legtöbb fotózásomat igyekszem úgy megtervezni, hogy a lehető legtöbb napsütés rajta legyen a fotóm. 10 perccel később készült ez a fotó, kiszámíthatatlan, hogy most mikor süt be a szobába a nap, vagy nem, mert itt van egy vékony felhőréteg, hangulatilag ez volt a maximum, amit ki lehetett ebből hozni. Nekem tetszik is, csak itt nincs besütő napfény. Bakkóval ki lehetett volna menni, viszont szerintem az, az már nagyon mesterkélt hatás lett volna, nagyon nehéz lett volna megoldni, szerintem szinte lehetetlen lett volna, úgyhogy inkább ezt ilyen formában adtam át. Haladtunk tovább a szobák fényképezésében, és itt megint picit besüt a nap. Itt, és itt. És ez tényleg nagyon-nagyon picit érte csak a nap a szobát, viszont ez pont elég volt ahhoz, hogy egy kicsit melegebb hangulata legyen a képnek, ne egy ilyen hideg szféra fogadja a vendéget, amikor a weboldalon látja ezeket a szobaképeket, hanem egy kicsit legyen ilyen melegebb hangulata, melegebb tónusa a képeknek, és ha tovább megyek, akkor ez ugyanaz a szoba, csak a másik szögből fotózva, ugye itt van az a, itt, itt megyünk be ugye az áthoz, amit előbb láttatok, és itt is van egy kis napfény, a szomszéd épületet is megsütötte, bár lehet, hogy ugye innen sütött a nap, és az épületnek az ablakai tükrözték erre az épületre, onnan pedig annak az ablakaiból pedig tükrözte vissza ide. Azt hiszem. És ha egyen jobbra megyek, akkor elvileg, igen, itt is van az alapkép, ami hát <laughs> nem annyira vibrál, viszont fényfestéssel néhány vakuval megoldható az, hogy szépen kijöjjenek ezek a kontrasztok, és szépen kijönnek ezek a színek, és megszűnjenek, megszűnjenek a tükröződések. Megnézzétek a mosdó pultot, és erre visszamegyek, akkor érezhető ott a különbség, hogy itt tükröződik a beáramló fény, ugye a terasz felől beáramló természetes fény, viszont egy jó expozícióval simán megoldható, hogy a vakuval én ugye ezeket a természetes fényeket alul lexonálom, és vakuval pedig felhúzom a benti fényeket, és egy szép vibráló kép lesz az eredmény. Most nem fogom végigmutatni az összes képet, ha érdekel titeket az egész anyag, akkor a leírásban találtok egy blogcikket, ahol az összes átadott fotót meg tudjátok nézni. Csak arról szeretnék mesélni, amiben egy kis plusz információt át tudok nektek adni. Például itt van ez a szoba, és mögülem jön a természetes fény, és nekem ez van a legtöbb bajom, mert ilyen flat lesz az egész fotó, nem lesznek csúcsfények, nem lesznek árnyékok, mert ugye mögül nem jön a főfény, és akkor mindig vakuval kell egy picit oldalról villantani, hogy itt csúcsfény legyen, itt pedig árnyék, és számom ez a legnagyobb szívás ilyenkor enterior fotózásnál. Szóval megint láthatok egy olyan ö, példát, hogy természetes fényekből, ez az expozíció, és megint ö, szépen ki lehet hozni a zuhanykabint, és szépen ki lehet hozni az ablakokat, azáltal, hogy néhányat villantunk, meg egy kis retus. Ezeket én leszoktam szedni, nem szokott nekem ez, ez kelleni, senki nem szokta ezeket hiányolni. Ezeket mindig leszoktam kapni. Haladva tovább, fürdőszoba, és ilyenkor mindig arra is figyelni kell, hogy a, a tükörben lévő vizuális információs be legyen vakuzva, vagy figyeljünk arra, hogy abban mi tükröződik, hogy az is érdekes legyen, hogyan forgassuk ez, ezt a tükröt, hogy az, 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 ugye ne a fényképezőgép látszódjon, hanem valami érdekes, vizuális élmény legalább, a geometriai szempontból úgy elfogadható legyen, és itt is besüt a nap. Ezeket a fotókat át is adtam, viszont a közösségi terek akkor még nem készültek el decemberben. Nagyjából azt ilyen márciusra tervezték, hogy a medence, a rooftop medence és a közösségi terek, mint a lobby, mint pedig a reggelisztető kész legyen, és azt egy második körben lefotóztuk áprilisban, amiről itt már láthattuk is képet. Erről nem is beszélnék annyira sokat, inkább a következő, ami picit érdekes. Ugye megint meg van villantva, láthatóak az árnyékok, viszont érzitek azt, hogy valahogy be van mosva picit a háttér, és hát ez nem tökéletes, de mindjárt elmondom, hogy miért, mert ez ugye kicsit életlen, ez pedig éles, és ha egy szűk blendén fotóztam volna, akkor ugye az egésznek életlennek kellett volna lennie. Itt az történt, hogy egy 9-es blendével én lefotóztam ezt a képet, bevillantottam, utána pedig 3-5-re állítottam a 24-es és utána pedig a háttérről behúztam egy ilyen blurös, elmosott hátteres, a egy elmosott hátteres képet, mert nagyon elvonta a figyelmet, szóval ezt csak így lehetett megoldani, mivel manuál fókusszal állítottam azt, hogy akkor most ez életlen legyen, ezért teljesen elhomályosodtak ezek az éles élek is, ezért nem lehet pontosan kijelölni azt a részt, hogy meg legyen éles, még legyen életlen, szóval azt a célt elérte, hogy itt ez a rész éles marad, hátér meg kicsit beéletlenedet, és nem vonja el annyira az előtérről, a reggelésztető pultról a figyelmet. És ha jól emlékszem, akkor egy vagy maximum két óránk volt arra, hogy a reggelésztetőt tudjuk fotózni, amikor még besüt a nap, Ugye itt láthatóak ezek a kis besütő napsugarak, főleg a második képen viszont az azonnal észre tudjátok venni, hogy más fele vetül az árnyék, és ez hogy létezik. Ez valóban a napnak a sugara, a napnak a fényei. Ezek pedig úgy jöttek létre, hogy az épület oldaláról, az egyik üvegről pont így tükröződött be a napnak a sugara, és itt még volt egy kis napfényünk. Ez azért fontos kép, mert látszódjon szépen a kínálat, Viszont itt igen, ez én vagyok, ez a gurulós fotós bőröndöm, ami nagyon jól tud akkor jönni, amikor ilyen fotózások, fotózásokon kicsit modellkedem, de én csak motionbe, mert ez a rész nekem nagyon üres volt. Nagyon jó volt a kompozíció, szépen megmutatja a kínálatát, amivel a hotel rendelkezik, de mégis ez a rész nagyon-nagyon üres volt. Itt pedig ilyen lift van, úgyhogy én szépen kisétáltam, kis motionbe, és ki van töltve a tér, úgyhogy, úgyhogy oda az kellettem oda. Kellettem oda. Ez a másik szögből elkészült fotó, ez annyira nem érdekes, ugorjunk tovább. Ez pedig a külső frontról készült fotó, ami 17-es tilt készült, maximumra felsiftelve, és még úgy sem fért bele a teteje. És mivel ugye ez közterület, vagyis hát ugye lehet mindenkinek itt parkolni, és most nem tudta a szárada lefoglalni ezt, hogy nájon itt senki, egy autó itt állt, pedig előtte és mögötte sem állt szerencsére senki, Pont jött egy taxi, és ez kicsit be kitakar, és még mindig jobb, mintha egy autó, pusztán egy autó állna ott, hogy van egy kis ilyen mozgás benne, taxi, belváros illik hozzá, ennyire tudtam maximum kitakarni, és szerintem ez egy ilyen szempontból korrekt fotó lett, de az égbolt cserélve van, nagyjából hasonló volt, viszont kicsit ilyen fátyol felhőse szerettem volna ezt a, ezt a fotót így visszalátni, és meg tudtam azt csinálni, hogy a tükröződésbe is cseréltem az éboltom, ami egy kicsit pepecs volt, de, de, sikerült. Az első fotózás után engem megkeresett az Octogon Deco magazinnak a szerkesztője, hogy látta a szobafotóimat, és ő szeretne egy új cikk megjelenés, majd a következő számban, ahol az én fotóimmal prezentálják a szállodát és a belső dizájnt, és tudni az ilyen magazinokról, hogy inkább az állóképeket preferálják, mint a fekvőket, mivel ugye álló a magazin is, meg inkább fekvőbe fotózom, meg a szállodának inkább azt kell. A szállodának inkább a terek kellenek, az ilyen design magazinoknak pedig inkább a részletek és inkább az állóképek. Mert ezt én tudtam, ezért készítettem néhány állóképet, ami inkább design specifikus, mint szálloda specifikus. Szálloda is tudja használni, inkább a design van előtérben, és itt is van ez az álló kép, ami egy ilyen, hmm, egy kis részletet kiragad, nagyjából ilyen 40 mm-en készült a fotó, tehát ez ilyen design specifikus, de megyek tovább, ez pedig inkább ilyen szálloda specifikus, hogy így megmutatja az egész teret. Néha szoktam ilyen fotót is készíteni, amikor átadok két verziót a fotóból, az egyikből, amikor éppen Motion-ben belemozzura a recepciós, vagy éppen én, és átadom anélkül is, és azt, szeretné, azt használja a szálloda, amelyiket szeretné. Ez is szálloda, specifikus, nem pedig design specifikus kép. Áprilisban pont azon a napon fotóztuk a szállodát, amikor bejelentették a határok lezárását a koronavírus miatt, és az egész szaladában, mivel frissen nyitott, amúgy is 50 vendég volt összesen. És következett a rooftop medencének, a tetőtéri medencének a fotózása, ami a szaladának az egyik legjobb feature-e. Direkt aranyórák, korai aranyórákba mentünk fel, mert tudtuk, hogy sok képet szeretnék róla készíteni. Az összes reklámfotó és az összes kép, amit a weboldalon prezentálnak, ez legyen az a, az a pont, ami, ami a legjobban eladja a szállodát. Úgyhogy felmentünk, és szerencsére nem volt senki, és itt is van az első kicsi ilyen részletkép, és hát ilyenkor azt szoktuk csinálni a Bencevel, hogy kicsit bemozduljon a víznek a felszíne. Bence az egyik sarokból, én pedig a másik sarokból elkezdjük mozgatni a víznek a felszínét. Egy hosszabb expozícióra állítom a fényképezőgépemet, és akkor kicsit bemozdul a felülete, és hát itt a kedvenc fotóm, ami szerintem az egész sessionnek az egyik legjobban sikerült képe, már a naplementében, viszont az történt, hogy az öt vendégből kettő pont akkor feljött, amikor fotóztunk az aranyórákban, vagy aranyórákban, ha csak ugye egy óra, és azt láttátok a következő képen, hogy itt van két vendég, egy pár feljött, és nagyon meglepett ez minket Bencével, mert gondoltam, úgy csak fog senki feljönni, és úgy is készültünk, és általában az ilyen fotózásokon, a wellnesson, és ugye tele van a szállad, akkor nem tudjuk egyszerre fotózni, hogy ott vannak a vendégek, tehát akkor mindig lezárják nekünk ezeket a tereket, hogy tudjuk normálisan fotózni őket. Tehát mondtuk, most minek lezáratni, úgy sincs egy vendég se. Úgyhogy ilyenkor azonnal kellett valami újat kitalálni, és ilyenkor azt mondtam, jó, ha ott vannak, akkor fotózzuk velük együtt, és valahogy úgy, hogy az egész teret valahogy, valahogy, használatba veszik, valami élet legyen benne. Ugye van nekem Baliról egy, az egyik kedvenc képem, amikor pontosan az történik, hogy egy medencét fotóztam, és egy ázsiai nő éppen beúszott, és megállt ugyanígy a medence szélén, ahogy most ebben, és, és ázsiai volt, hogy volt, 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 volt egy kis dejavőm, a párjával volt ott, a párja éppen készít róla egy fotót, ő pedig a naplementébe beállt, tehát hogy egy, egy jó hangulatot sikerült így elkapni, és akkor lett egy ilyen fotó, utána naplementére már elmentek, és akkor lett még egy ilyen kép is, viszont dronnal is felszálltunk, és itt is van néhány darab kép, ami még átadásra került, itt a terasztét szerettük volna megmutatni, itt pedig fölülről egy kép, és szerintem ez a másik kedvenc képem, ami nagyon jól megmutatja a várost és ezt, és ezt a medencét. Ugye itt nagyjából 5 percünk volt arra, hogy ezeket a képeket meglőjük. Délbe felszálltunk, megnézzük, hogy milyen kompozícióból érdemes meglőni. Ez volt az a, az a szög, ami, ami a leges legjobban mutatott, meg talán még a következő. Ilyenkor még ott voltak, és ezekből a szögekből meg is lőttük a medence részt, és szállod azt mondja, hogy ezeket a fotókat imádja, és nekem is talán ez, vagy talán az előző kék a kedvenc képem. Aztán a fotók átadása után az Octogon Deco 2020 második számában le is jöttek a képeim. Most gyorsan belelapozok nektek, mert nem tudom, mit fogtok ebből látni. Ugye itt van a front képem, amit láttatok már a taxival. Ezt a fotót nem mutattam, mert design specifikus, annyira nem érdekes, de magazinnak fontos. És itt vannak még a lobby képek, meg a szoba fotók, amiket már láttatok is, meg a wellnessről készült fotók. Úgyhogy nagyon örülök, hogy az Octogon Deco lehozta ezeket a képeket. Nekem is jó, Kicsit megy a nevem, ott vannak a magazinban a fotóim, ami mindig jó érzés, oda van írva Jancsó, Erge, hogy ez mindig kicsit, kicsit simogatja a lelkemet, hogy megjelenek ilyen képeim a, a magazinban. Ja, remélem, tudtam neked segíteni ezzel az enterőr fotós. Fú, hogy fogom befejezni ezt a mondatot, nem tudom. Lehet inkább le zárom a videót, és elköszönök. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek eddig, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!